Sziasztok! Napjainkban a különböző weboldalak, leginkább a közösségi oldalak hatalmas népszerűségnek örvendenek. Képesek vagyunk hosszú órákat eltölteni kedvenc felületeinken, legyen az a Facebook, Instagram, Snapchat vagy bármi más. Természetesnek tartjuk, hogy a nap bármely pillanatában elérhetőek számunkra ezek az oldalak, azonban vannak olyan országok, ahol egyes weboldalak nem elérhetőek. Ma ezeket mutatjuk be nektek. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na akkor vágjunk bele! Instagram Iránban. 2017. december 30-a és 2018. január 13-a között Iránban letiltották az Instagramot, mivel ez idő alatt országos szintű tiltakozás zajlott. A kormány úgy vélte, hogy túl sokan használják az oldalt, mely teret engedett volna kormányellenes üzenetek terjesztésének. Wikipédia Törökországban. Törökországban a Wikipédia 2017 óta blokkolva van. A törökök állítása szerint megjelent két cikk az oldalon, amelyek rossz fényt vetettek nemzetükre, ezért arra kérték az oldalt, hogy töröljék a két írást. A Wikipédia nem tette eleget a kérésnek, ezért Törökország blokkolta az oldalt. Szegény török diákok. Skype, Snapchat, WhatsApp, FaceTime az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban és Szaúd-Arábiában. Az ilyen, úgynevezett VoIP alkalmazások számos közel-keleti országban állandó vagy időszakos tiltólistán szerepelnek. Ennek több oka is lehet, számos közel-keleti ország kormányának nagy részesedése van a nemzeti telekommunikációs vállalatokban, ezért az ilyen programokra úgy tekintenek, mint akik elszedik előlük a profitot. Szinte minden weboldal Kínában. Az országban nem elérhető a Facebook, Twitter vagy az Instagram, de még a Wikipédia és a Google sem. Ennek az lett az eredménye, hogy a kínai fiatalok egy része egyáltalán nem hallott ezekről az oldalakról. Létezik Kínában egy szervezet, mely minden tartalmat felügyel és kiszűri azokat, amelyek szerintük nem megfelelőek. Reddit Oroszországban. A Redditen megjelent egy videó, amely egy olyan gombafajt mutat be, amely az oroszok szerint kapcsolatba hozható bizonyos tiltott kábítószerekkel. A kormány azt kérte az oldaltól, hogy távolítsa el a videót az orosz felhasználók elől. Miután ez megtörtént, páran megtámadták a Redditet, hogy az feladta a célját, miszerint biztosítják a szólásszabadságot. Vimeo Indonéziában. Az indonéz kormány blokkolta a Vimeót, mert megfigyelte, hogy több esetben is kifogásolható tartalmat jelenítettek meg. Az oldalon egyébként rengeteg tanító jellegű videó is szerepel, de ez az indonéz diákokat már alig ha fogja érinteni. JW.org Oroszországban. Ez a Jehova tanúinak hivatalos honlapja, mely Oroszország teljes területén a tiltott listán szerepel. Az orosz kormánynak nem tetszettek bizonyos cikkek az oldalon, ezért döntöttek a blokkolás mellett. A kormány azzal vádolta őket, hogy támogatják a szélsőségeket és sok a gyűlöletbeszéd. YouTube Kínában, Iránban, Szudánban, Törökországban, Szíriában és Pakisztánban. A YouTube-on volt egy videó, ami miatt Iránban, Szudánban, Dél-Szudánban és Pakisztánban blokkolták az oldalt. Szíriában a civil háború óta van tiltólistán, míg Pakisztánban 2016-ban feloldódott a tiltás, miután az országnak lehetősége nyílt bizonyos tartalmakat cenzúrázniuk. Archive.org Oroszországban. Az oldalon megjelent egy szélsőségi csoport videója, melyet az orosz kormány túl offenzívnek ítélt meg, ezért cenzúrázta. Ez a videó számos más portálon is feltűnt, de az archive.org nem volt hajlandó azt eltávolítani, ezért tiltólistára került Oroszországban. Telegram, Amazon Cloud és Google Cloud Oroszországban. 2018 áprilisában Oroszország letiltotta az Amazon és a Google Cloudot annak érdekében, hogy blokkolja a Telegramot. Tették ezt azért, mert úgy vélték, hogy terroristák kommunikálnak egymással az alkalmazáson keresztül. A Telegram nem adta át a kérdéses üzeneteket Oroszországnak, ezért azok úgy döntöttek, kezükbe veszik az irányítást. Mivel a Telegram a Google és az Amazon szervereit használja, ezért kénytelenek voltak őket letiltani. Ezzel a lista végére értünk. Ti melyik oldalakat használjátok a legsűrűbben?
írjátok meg kommentben, és nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!